A teljes téli lakossági földgáz felhasználás több mint 80%-a már a hazai gáztározókban van. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint a különleges földgázkészlettel kiegészülő biztonsági tartalékok fedezni fogják a fűtési időszakban az ország igényeit. Így nem kell attól tartani, hogy hideg lesz a téli hónapokban a lakásokban. Németországban ugyanakkor egyre súlyosabb méreteket ölt az energiaválság. Egyes becslések szerint a német gyárak és vállalatok fele leáll, ha gázhiány lép fel az országban. A német nagyipari vállalatok is kongatják a vészharangot az országot sújtó energiaválság miatt. Szakértők szerint, ha bekövetkezik a legrosszabb, és gázhiány lép fel, akkor a német gyárak akár fele leállhat, ami több ezer munkahely megszűnésével járna. Enyhítendő a válságot, a német kormány úgy döntött, hogy elhalaszthatja a még megmaradt három német atomerőmű eredetileg az idei év végéig tervezett bezárását. A német kormánynak azonban nem csak az ipart sújtó válsággal kell szembenéznie. A jövőben több száz, de akár 1000 euróval, vagyis akár 400 000 forinttal emelkedhetnek évente a gázt használó német háztartások költségei. Októbertől ugyanis a német kormány a fogyasztókra hárítja azt a veszteséget, amit a szolgáltatók az emelkedő beszerzési költségek miatt állítólag elszenvednek. A német kancellára az ARD német közszolgálati csatornán azt mondta, aggódik, hogy télen zavargások lesznek a magasabb gázszámlák miatt. Olaf Scholz kormányának zöld gazdasági és klímavédelmi minisztere igyekezett ösztönözni a lakosokat a spórolásra. Robert Habeck a Spiegelnek adott interjújában azt mondta, hogy ő már nem tudná tovább csökkenteni a zuhanyzással töltött időt, mert mint fogalmazott, ő soha életében nem zuhanyzott 5 percnél hosszabban. A német vészhelyzeti forgatókönyv szerint első lépésben a gázüzemű erőműveket át kell állítani olajra, hogy a most érkező gáz a tárolókban maradhasson, mondta a Klímapolitikai Intézet igazgatója az M1-en. Litkei Máté arról beszélt, hogy ezt követően van egy kikapcsolási sorrend. Elsőként a német gyárak, vállalatok, majd pedig a kórházak, a védelmi infrastruktúra és az élelmiszergyártás következik. A háztartások ellátása az utolsó, legsúlyosabb esetben kerülhet veszélybe, de jelenleg beláthatatlan, hogy ez a sor ez hol fog megállni. Hiszen a német tárolók azok szépen töltődnek, viszont csak 20%-on érkezik az északi áramlaton a gáz, ahogy azt említettem, tehát nem abban az ütemben, ahogyan azt november 1-ére szerették volna föltölteni. Hozzátette, a tél elején még nem lesz gond, azonban januárban, februárban már akár gázhiány is lehet. Magyarország 6 irányból kaphat földgázt, a mi ellátásunk folyamatos. A török áramlaton és a Baumgarteni osztrák határponton át folyamatosan érkezik Magyarországra a gáz. Jó ütemben halad a hazai gáztárolók feltöltése, mondta Tóth Máté energiajogász az M1-en. Nagyjából már egy ilyen 54%-os feltöltöttség tapasztalható a tárolóknál, ami azért nagyon jó, mert ez a teljes téli lakossági földgáz felhasználás igénynek a 84%-át jelenti, tehát már most augusztus elén egy elég kényelmes helyzetben vagyunk, főleg, hogyha megnézzük a nyugat-európai országoknak a hasonló mutatóit. A szakértő emlékeztetett, a hazai gázellátás biztosítása két szintből állt. A kereskedelmi tárolói kapacitás felett van Magyarország biztonsági földgázkészlete, ami 1,2 milliárd köbméter. Ez egészül ki most azzal a különleges földgázkészlettel, ami plusz 700 millió köbméter gázt jelent. Tóth Máté szerint ezek a tartalékok biztosítják majd télen az ellátást.